Hosszú évek óta hagyomány a Bonyhádi Völgységi Múzeumban, hogy nyaranta egyhetes napközis tábort szerveznek gyerekek számára. A programra 15 jelentkezőt vártak idén, azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre már két alkalommal szeretnék megtartani a tábort, mondja Farkas István Gergő, a múzeum igazgatója. Idén a koronavírus miatt most egy héttel terveztünk, de igyekeztünk minél több programot bepréselni. Tegnap egy kirándulós nap volt, Váralja, Óbánya környékét néztük meg, ma volt egy Bonyhádi nap, megnéztük az óvodamúzeumot, tűzoltómúzeumot, a Völgységi Múzeumnak a gyűjteményét, most pedig ilyen kézműves foglalkozásokat tartunk, illetve majd egy játszóház lesz délután, holnap pedig megyünk Lengyelbe, és csütörtökön meg pénteken is egy-egy Bonyhádi meg egy Grábóci nap lesz. Szóval igyekeztünk elég sok mindent megcsinálni. A program lényege, hogy a gyerekek megismerkedjenek a településsel és annak történelmével. Minden, ami völgység, és a célunk az az, hogy Bonyhádnak meg Völgységnek az emlékeiből minél többet bemutassunk. Ugye egy kicsit az érdekesebb részét ezeknek a dolgoknak, az örökségnek, a gyermekeknek, az ő nyelvezetükön meg az ő számukra érdekes módon mutassuk be, és adjuk tovább. Rátesszük erre a tubusra. Kilapított tubusra, a fehér oldalán megyünk át, hogy fölül lesz a papír, rátesszük erre, átmegyünk rajta, az benyomatot ad, és ha megfordítjuk, akkor ilyen mintás lesz. Ilyen volt egy tarsolylemez. Most tarsolylemezeket fogunk készíteni, és arról egy pár gondolat, hogy mik is ezek, mire használták, kik használták őket, tehát hogy valahogy el tudják helyezni, hogy ne csak a kézműves része legyen meg, amit ugye azzal tudnak vinni, hanem legyen egy kis elméleti dolog is mögötte. Tarsolylemezek is, amiket ti most készítetek, ennek az volt a célja, hogy jelölje annak a rangját, annak a tisztségét, aki viselte, illetve hogy megvédje őt a bajban. Most fölnéztek, akkor látjátok, hogy nem csak tarsolylemezek voltak, hanem mindenféle díszítőverek, mindenféle ilyen régészeti tárgy volt. Hát elég nagy, szóval eddig még egy embert sem veszítettünk. Én úgy látom, hogy ők is nagy élvezetüket lelik ezekben a programokban, meg tényleg a kollégáim is igyekeznek mindent úgy megcsinálni, hogy a gyermekek számára élvezhető legyen. Tehát a fő szempont azért az, hogy ők jól érezzék magukat, biztonságban legyenek és tanuljanak is.